Úgy gondoltam, hogy érdemes még egy részt rászállni a hozzászólásokra, ugyanis szerintem mindazok számára, akiket Yahoo! megérintett, nagyon tanulságos lesz ez is. Haladunk tovább ugyanannak a párosnak hozzászólásaival, mert szerintem tökéletesen reprezentálják azt a fajta tudatlanságot, amelyet a legtöbb ember a világon képvisel az írásokat illetően. A probléma nem az intelligencia hiánya, vagy a kognitív képességeknek a hiánya, hanem egy alázatos és engedelmes szív hiánya. Ez a legnagyobb probléma. Ez egyből az elején világos is lesz mindenki számára, ez a két karakter egyébként ugyanaz fújja, majd, hogy nem szó szerint, ezért igazi kereszténynek neveztem el mind a kettőt, ez a kettes lesz. És nézzük, hogy mit ír. Nem tudom pontosan, hogy hányszor olvastam a Bibliát, 30 éve folyamatosan olvasom, napi több órát rászámva az apokrif iratokkal együtt. A fontosabb írásokat fejből tudom idézni, Miért kérdezett? Ki más is válaszolhatná meg ezt a kérdést jobban, mint maga Saul, aki oly sokszor gyönyörűen fogalmaz az írásokat tekintve. Ez Timóteus azért második levelének a harmadik fejezete lesz. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek emberek, magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok tisztátalanok szeretet nélkül valók kérlelhetetlenek rágalmazok mértékletlenek kegyetlenek a jónak nem kedvelői ez tehelím 11974 יהוה vágyódom a te szabadításod után és a te törvényed nekem gyönyörűségem ha már arról beszélünk, hogy a jónak nem kedvelői ezek az emberek. Jahua a törvénye gyönyörűséget Dawidnak. Ezek az igazi keresztények pedig azt mondják, hogy ez egy rabság, és ez már el van törölve. Mert a jónak ők nem kedvelői. Ezekről ír Saul. Árulók, vakmerők, felfovalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Elohimnek szeretői. Hiszen egyszerűbb a világ szabályrendszere szerint élni és elvetni a torát, mert az tele van mindenféle korlátozásokkal a testre nézve. Pontosan ez a Tora szerepe az ember életében, hogy a testet megzabolázza és valamilyen formában féken tartsa, hogy a bűn ne uralkodhasson el az emberen. Ezek az emberek ezért nem szeretik, hiszen ők inkább a gyönyörnek, mint Elohimnek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, morphosis alakja, vagy formája, vagy látszata, olyan, mint ami alakít, megformál, formát ad valaminek, formába önt. Úgy néz ki, a forma megvan, de megtagadják annak erejét, dynamis, az erőt, ami benne van, a hatalmát megtagadják. A Szentémre nagyszerűen fogalmaz a Jámborságnak látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. És ezeket kerüld el, akik csak úgy néznek ki, mint hogyha járnák az utat, azonban a lényeget megtagadják. Mint ezek, akik mind azt mondják, hogy a tora már nem számít. Én nem mondom azt, hogy az emberek gonoszak. Én azt mondom, hogy az a szellemiség, amiben léteznek, az egy gonosz, sötét erő, és ők ezt nem képesek átlátni. Ezért tűnik úgy, hogy hiába beszélünk, és nem, az üzenet nem jut át ezen a falon. De nézzük tovább, mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és fogja a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat. Ez természetesen egy metafora azért, hogy az emberek értsék. Ezek azok, akik tudatlanok, és a többi embert is elcsábítják erre az útra, akik beszivárognak az ember házába, úgy, mint az ember gondolataiba, és elterelik a helyes útról, kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Kik mindig vagy mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Igazság úgy, mint álletéja, rengetegszer megbeszéltük már, igazság, valóság, igazmondás, őszinteség, hitelesség, megbízhatóság, egyenesség. Ha megnézzük a Hébert, akkor az emuná például úgy, mint hűség vagy hit, az egy ezek közül a szavak közül, vagy a jasár, úgy, mint az, aki egyenes. Ennek a megismerésére soha nem jutnak el. Azért, mert tanulnak állandóan, Mantánó tanul vagy megtanul valamit. Felfog, megtud, kiderít vagy megállapít, ők azonban soha nem tudják ezt megtenni. Függetlenül attól, hogy hány éve olvassák, hányszor olvasták, mennyi plusz könyvet olvasnak, meg mennyit tudnak fejből idézni, az igazság megismerésére nem tudnak eljutni. Miért nem? Ezt megtudjuk akkor, hogyha tovább olvasuk. Miképpen pedig Jannes és Jánbrész ellenálltak Mósénak, aképpen ezek is ellenállnak az igazságnak. Mi ez az igazság? Tehelim 119, 89-es vers így szól. Adonai, vagy a Hua, örökké megmarad a te igéd amennyiben Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod. Te erősítetted meg a földet, és állasz. 142. A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. Tora, a te torád igaz. Ez az igazság. Igaz, úgy, mint biztonság, megbízhatóság, stabilitás, hűség vagy igazság. Ez örökké igaz, ez örökké megáll. Ezért mondja azt, hogy stabil, állandó. Ezért használja a szót, hogy emet, mert ez egy biztonság. Ez mindig ott lesz. Az ember mindig tudja, hogy mi az, amit tennie kell. 144. A te bizonyságaidnak igazsága örökké való. Örökké. Olám. Közel vagy te, Jahua, és minden te parancsolatod, mert szvá, igazság. Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandóká tetted. Erről az igazságról beszél. Ezek is ellene álltak az igazságnak, ugyanúgy, ahogy a mostani emberek, akik ezt az oldalt képviselik, szintén ellene állnak az igazságnak megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. Ez a probléma velük. Katap Elpusztít, megsemmisít, úgy, mint hogy tönkre megy, vagy megromlik. Ezt mondja, hogy az elméjük tönkremet, elpusztult, megsemmisült. Az elme egyébként núsz, szív, úgy, mint leb, az ember közepe, az ember értelme, felfogó képessége, gondolkodási képessége. Az ember maga, ez az, amiről beszél. Szív vagy szellem, a szeptolginta így használja. A hitre nézve nem becsületes emberek. Pisztész, úgy, mint hit. Nézzük meg, arról beszél végig, hogy milyen cselekedetek kellenek az embernek ahhoz, hogy a hite becsületes legyen. Ez sorolja fel. Nem elég mondani, magyarázni, úgy kell élni az embernek. Azonban ezek az emberek úgy, mint igazi keresztény egyes, vagy kettes, vagy sajnos a hagyományos keresztények nagy része nem hajlandó úgy élni, mert akkor a tested, az ember vágyait korlátok közé kellene szorítani, és ez kellemetlen. De többre nem mennek, mert esztelenségük, vagy ostobaságuk, esztelenség, bolondságuk, nyilvánvaló lesz mindenki előtt, amiképpen amazoké is az lett. Hiszen azok a varázslók, akik Mózesnek ellenálltak, elpusztultak ugyanúgy, mint az összes többi ember, aki ellenállt Jahuának akkor. Ugyanez lesz a sorsa ezeknek is. Úgyhogy annyiszor olvassa valaki, meg annyit idéz, amennyit akar, hogyha nem érti meg az alapkoncepcióját, az alapüzenetét, akkor nem érti azt, hogy miről szól. És sajnos ezekkel az emberekkel ez a helyzet. Úgyhogy ez egy újabb hasonlóság az igazi keresztény egyes és kettes, illetve az általuk Konstanténi keresztény között. A lényeget igazából egyik sem értette meg. Nézzük tovább. Az általam idézett bibliaversek egyértelműen bizonyítják, hogy már nem vagyunk a mózesi törvények alatt, és már nem kell körülmetélkedni, sőt, aki továbbra is ezt teszi, annak jahusa nem használ és a kegyelemből kiesett. Ezt az előző részben szerintem teljes mértékben kitárgyaltuk, úgyhogy azt javaslom, hogy mindenki nézze meg azt, hogyha érdekli erre a választ. Ezek azok a versek egyébként, amiről beszél. Ha a törvény által akar igazolni, akkor arra a személyre nem vonatkozik Jahusa megváltása és váltságáldozata a kegyelemből, kiesett ti, akik törvények által akartok megigazolni, elszakadtok másjától, és kiesettetek a kegyelemből. Ezt megtárgyaltuk az előbb, mi nem akarunk a törvény által megigazolni, mi tudjuk, hogy nem lehet a törvény által megigazolni. Az előző részben megbeszéltük, hogy mi az, amiről szó van. A cselekedetek a bizonyítéka a hitnek. Az a probléma a igazi keresztény kettessel és egyessel, és a többi keresztényen. sajnos hogy a cselekedet részét elfelejtik. Nem veszik figyelembe azt, amit Jakab írt. Minden dolognak több oldala van, és minden egyes témát meg kell vizsgálni ahhoz, hogy az ember megértse. Nem elég csak azt a néhány verset olvasni, ami alátámasztja a mi hitrendszerünket, hanem mindet össze kell adni, és az lesz az igazság, amit az összes támogat. Én ezért állítom azt, hogy az az igazság, amiről a Yahua útja csatornán készült videók szólnak. Ami itt elhangzik, azt minden támogatja. Az elejétől a könyvnek a végéig nincsen egyetlen olyan ember, aki nem értene egyet azzal az üzenettel, ami itt elhangzik. Egyetlen, nulla olyan ember van. És Jakab az egyik, aki egyetért ezzel, látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. 24. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. A cselekedet a bizonyítéka a hitnek. A tora meghatározza, hogy mi az elfogadható cselekedet. Így az embernek azt szerint kell élnie, hogy bizonyítsa a hitét. Megigazul, üdvözül a hit által, ezt utána cselekedetek követik. 26. Mert amiképpen holt a test a lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. A cselekedeteket hasonlítja a lélekhez. A cselekedetek eleveníti meg az ember hitét, úgy, ahogyan a ruach vagy a lélek megeleveníti a testet. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy a körülmetélkedés az, ami az embert üdvösségre juttatja, vagy az igazítja meg. Erről soha nem volt szó. Az a baj, hogy ezek az emberek úgy, mint igazi keresztény Gábor, meg a másik, nem hajlandók a testet megfékezni. Mivel az lemondással jár, az erőfeszítéssel jár, az kellemetlenségekkel jár, és az összetűzésbe fogja az ember sodorni a világgal. Saul nem azt mondja, még ebben a versben sem azt mondja, hogy Nincs szükség a körülmetélése. Azt mondja, hogy ti, akik a törvény által akartok megigazolni, elszakadtatok másiáktól, és kiestetek a kegyelemből. Mi nem akarunk a törvény által megigazolni. Saul nem azt mondja, hogy nincs szükség a törvényre, ő azt mondja, hogy abból nem lehet megigazolni. Ugyanezt mondja Galata 2.21 egyébként. Szóval ezek mind azt támasztják alá, amit én mindig is mondtam a kezdetektől itt, hogy a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Az ember a hit által igazol, ami aztán teljesé lesz a cselekedetei által. De hogy mennyire nem értik azt, amit olvasnak, akár mennyit is tud idézni, vagy 30 éve olvassa, teljesen mindegy, rómaiakhoz hetes fejezetben, hagy mutassam meg ezt. Avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvény ismerőköz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Bum! Hát akkor, hogyha uralkodik az emberen, amíg él, akkor miről beszélnek ezek az emberek? Szent Imre azt mondja, hogy a törvény ismerőihez szólok. A Káldi úgy fogalmaz, hogy talán nem tudjátok, testvérek, olyanokhoz szólok, akik ismerik a törvényt. Ezek az emberek nem ismerik a törvényt, úgy, mint igazi keresztény 1 vagy igazi keresztény 2 -es. Hogyha valaki úgy éli le az életét, hogy ez nem fontos, akkor az nem fogja megismerni. Nem úgy megismerni, olvasta persze, ahogy mondja, nem fogja megérteni azt, hogy mi az annak a lényeg, és miről szól. Sőt, utána Saul elmondja azt a törvényt, ami 5 Mózes 24-ben fogalmazódik meg. Ez itt van leírva, Dabarim 24, akit érdekel, olvassa el. Minek idézni a törvényt, hogyha már nincs törvény? A törvény ismerő egyébként a kifejezés, ugye ez nomos, a Bibliában különösen a mózesi törvény. Az, aki ismeri a mózesi törvényt. Az első része a szónak az, hogy nomos, úgy, mint a mózesi törvény. Ginoszkó az, aki ismer vagy tud valamit, amiből a gnosis vagy a gnosztikus kifejezés származik. Sőt, hogy tovább fogozzam ezt a problémát, hogy mennyire nem értik, elmondja, hogy a férjes asszony nem mehet vissza az előző férjéhez, hogyha már másé lett. Ezután mondja csak el azt, hogy ti meghaltatok a törvénynek másiák teste által, hogy legyetek máséi, az éj, aki a halából feltámasztott, hogy gyümölcsöt teremjünk el a Mi a gyümölcs, hogyha nem a megtérés? Azt mondja, hogy meghaltatok a törvénynek, már nem vagytok a törvény alatt, de nem mehettek vissza alá, hogy az szerint igazuljatok, hanem már fog benneteket megigazítani majd, mert mikor testben voltunk, az előző életben a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak, ami tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálra. Mi az a gyümölcs, amit ő szeretne itt? Elmondja Jahusa, ha másiak Lukács 3-as 8-as vers, teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és nem mondogassátok magatokban, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk, mert mondom nektek, hogy Elohim ezekből a kövekből is támasztott fiakat Ábrahámnak. Az kell neki, aki csinálja, nem az kell neki, aki mondogatja. Már még egyszer nem megyek bele abba, hogy mi a megtérés, ez metanoia, de egyébként súb a héberben megtérés, a gondolkodás mód megváltoztatása. Valaki, aki megbán szándékát, megváltoztatja, meggondolja magát. Megtér. Azaz térjetek el, és más siák által majd megigazultok, honnan térjetek el? Abból az életformából, amikor a testben voltatok, és a bűn uralkodott rajtatok. Nem a törvény, hanem a bűn. Hamartia, vétek, tévedés, hiba, a törvény megszegése. Ez jelenti a bűn. Ez uralkodott. Bűnt követel, vagy vétkezik. A törvény ellen. Ez volt az előző életed. Elválsz attól az élettől, ezért mutatta meg 5 Mózes 24-ben, hogy mi van, mi a szabály a férjes asszonyról, mi vagyunk az asszony, a bűn volt a férj, elválsz attól, elválsz a bűntől, most megszabadulsz a törvénytől ezáltal, hogy elválsz a bűntől. Érthető? Előbb leírja, hogy a bűn dolgozott benned, most megszabadulunk a törvénytől, már nem vagyunk a törvény alatt, mert nem követünk el bűnt, mert aki a más siákban van, az nem követel bűnt. Mi a bűn? A tora megszegése. Elvász attól az embertől, és hozzámész az igazihoz, ami ha Másiák. Így születsz újra, de ezután nem élhetsz bűnben, hiszen elváltál. Nem mehetsz vissza oda, különben az halál és az a törvénynek a megszegése. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve. Meghaltunk a bűnnek, tehát már nem vonatkozik ránk a törvény. Törvény van csak ránk nem vonatkozik. Miért? Mert mi már elváltunk attól a testtől, ami volt, és belevitt minket a halába, amely által lekötve tartottunk. A törvény lekötött azért, mert bűnben éltünk. Nem a törvényel volt baj, hanem velünk, hogy szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a betű óságában. Az ember teljes szívéből ezt akarja csinálni, teljes lelkéből ezt fogja csinálni a torát, és ezért megszabadul a bűntől, és nem csak azért csinálja, mert muszáj. Mit mondunk tehát? A törvény bűn-e? Távol legyen, sőt, inkább bűn nem ismertem, hanem csak a törvény által. Nem a törvényel van a baj, a törvény megszegésével van a baj. De ezek az emberek sajnos ezt nem értik. Ha nincs bűn, ha, ha nem érvényes a törvény, akkor miért beszél Saul végig a bűnről? 16-szor említi meg a bűnt rómaiakhoz 7 fejezetben, és végig arról beszél, hogy a bűn az egy probléma, és az halál. Leírja, hogy hogyan küzd ellene, és leírja, hogy mi a megoldás, ha az ember hitből járja az utat, és elfogadja a ják áldozatát, az lesz a megoldás, akkor majd a ruák vezeti az embert, és nem lesz probléma a törvényben járni, hanem akkor bűn nélkül fog élni, és kikerül a törvény alól, és ez az az élet, ami Elohimnek elfogadható még a végén is azt mondja, hálát adok Elohimnek, Adonai Ha Hamásiák által. Jól lehet, én az elmémmel Elohim törvényének szolgálok. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy Saul azt mondja, hogy nincsen törvény, mikor azt mondja, hogy jól lehet az elmémmel Elohim törvényének szolgálok. Nomosz, a Bibliában különösen a mózesi törvény, a mózesi törvény írott formája, erről beszél. Rómaiakhoz hatosban ezt írja. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Azaz védkezhetünk-e csak a kegyelem miatt? Távol legyen, eszedben ne jusson, akik meghaltunk a bűnnek, a bűnnek haltunk meg, mi módon élhetnénk tovább abban? Akkor miről beszél igazi keresztény 2 igazi keresztény egyes, meg az összes többi? 16 szor említ is, ahol a bűnt, Rómaiakhoz hatos fejezetben is, és azzal fejezi be, hogy a bűn zsoldja az halál. Úgyhogy amikor arról van szó, hogy ki mit nem ért, vagy ki mit értelmez félre, vagy ki a hamis tanító, akkor ezek azok a dolgok, amiket mindenkinek érdemes figyelembe venni. Mi az, kinek a véleménye az, amit az írás alátámasz? Az, hogy én mit mondok, vagy ő mit mond, annak nincs jelentősége. Mi az, ami harmóniában van azzal, amit az összes Elohim által vezérelt ember állított, és szeretett volna megértetni az emberiséggel. De ennek egyébként vége hossza nem lenne, hogyha ezzel foglalkoznánk, úgyhogy én ezt ezzel lezártam. Nézzük, hogy mit ír itt, mert óriási, amikről szó van. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy újabb hasonlóság, igazi keresztény Gábor, igazi keresztény Dániel, és a többi keresztény között. Ők ugyanígy értelmezik ezeket az írásokat. Szó szerint ezt mondják, mint amit most ők leírtak. Ezért mondom azt, hogy ezek a dolgok mind abba az irányba mutatnak, hogy bár ők azt gondolják, hogy más utat járnak, a cselekedeteik elárulják, hogy ugyanazt a hitrendszert képviselik. Utána ezt írja, és egyszerűen hihetetlen. Elohimet pontos ismeret és igazság szerint kell imádni, kizárólag az ilyen imádókat fogadja el. Oké, hagyj hagyd mutassam meg, hogy mit jelent az ismeret, mert szövétnek a parancsolat és a tudomány Világosság, a tudás, tora a világosság, és életnek úta a tanító feddések. A tora az az ismeret, ami a világosság az ember életében. Amikor ő azt mondja, hogy ismeret és igazság szerint kell imádni, akkor az írás erre gondol. De nézzük tovább, mit jelenthet vajon az ismeret, amiről ő beszél? Jesiáho Ézselyás 8. fejezet 20-as így szó? A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok. Miféle tanításról beszél? A tanítás szó nem más, mint tora. A torára és a bizonyságtételre hallgassatok, ha nem eként szólnak azok, akik tanítanak, akiknek nincs hajnalok, azok azok, akikben nincsen fény, akik nem a torá szerint szólnak. A torára hallgassatok, ha nem eként szólnak, akkor nincsen bennük fény, úgy, ahogyan azt a King James mondja nincsen bennük fény. Nincsen bennük hajnal, nincsen fény bennük, mert nem a tora szerint szólna. Hát akkor ki az, aki pontos ismeret szerint próbálja imádni Jahuát? Vajon igazi keresztény Gábor, vagy igazi keresztény Dániel, vagy a kereszténység? Vagy kicsoda az akkor? Mindenki eldönti magána. Az, hogy igazság szerint hogyan kell imádni őt, az egy nagyon egyszerű dolog. Szented meg őket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Eletéje, úgy, mint igazság, a te igéd logosz, ige vagy írás. Akkor ezek szerint, ez szerint kellene nekünk imádni őt. Mi az írás? Persze ők ezt sem értik, hogy mi az írás, mert ugye arról beszél, hogy az egész írás Elohim által ikletett. Mindjárt megnézzük, hogy mi az egyébként, amiről Saul beszél. A lényeg azonban az, hogy ha a Tora az ismeret, és az a tudás, és a tanítás, és az ő igéje az igazság, és azt mondja, Igazi keresztény Gábor, hogy ismeret és igazság szerint kell imádni, akkor vajon ki az, aki ezt próbálja cselekedni? Utána ugye az a fejezi be, hogy ti, ha továbbra is a mózesi törvény szerint akartok igazzá válni, akkor rátok nem vonatkozik Jahusa válság áldozata, más út pedig nincs az üdvözléshez. Teljesen helyes, egyetértek ezzel, hallelujah! Nézzük a következőt, amit írtak. Megnéztem jó néhány videót az Infobabyahoo.hu csatornán. Nagy része igaz, de ott van a konko és a kovász is kritizálja a keresztény vallásokat, amit helyesnek is tartok, de nem ad útmutatás, hogyan kellene imádni Istent. Persze, hogy nem. Én Istennel nem foglalkozok. Jahua, Elohim, a Teremtő, ő az, akit én próbálok szolgálni teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből és teljes elmémből. Minden, amit csinálok, ezt próbálja elősegíteni, hogy én közelebb kerüljek, és mindenki más, aki ugyanígy látja a dolgokat. Isten, Úr, Jézus számomra teljesen jelentéktelen. És ha valaki ott tart, hogy a név mindegy, az nem probléma számomra, én csak egyszerűen nem értek egyet azzal. Képtelen különbséget tenni az első századi kereszténység és a negyedik században létrejött hamis kereszténység között. Szerencsére igazi keresztény Gábor kisegített minket és elküldte az ős és a későbbi századok kereszténységének összehasonlító táblázatát, úgyhogy meg fogjuk tudni, hogy mi a különbség. Ugye ő azt mondja, hogy ő egy igazi ős keresztény, és ő semmi köze nincs a későbbi keresztényekhez. Annak ellenére, hogy ugyanazokat a verseket használja fel, ugyanúgy értelmezi őket, ugyanúgy a körülmetélés, az étkezési szokások, a sabát, az ünnepnapok, és úgy általában a tora eltörlését támogatja. Ezen kívül ugyanazt a terminológiát használja, és ugyanazt a neveket használja és próbál meggyőzni minket arról, hogy ez két külön dolog. De nézzük, hogy milyenek voltak az ős keresztények, és hogy vajon akkor ő így éle. A gyülekezeti tagok és tisztségviselők anyagi lemondásban vagyonukat egymással közlően éltek. Bum! Kíváncsi lennék, hogy ő vajon milyen anyagi lemondásban, vagy kikkel közli az, hogy milyen vagyonai vannak, meg milyen kommunában él, hogyha ő egy ős keresztény. Ez a későbbi századok elején nem is fogok kitérni, ez az egész nevetséges egyébként, de ez a későbbi századok, ez a katolikus egyházról beszél. Ennek még, még a protestáns, vagy a mostani evangélikus református kereszténységhez sincsen köze. A jobboldali, a katolikus egyházat írja le, az őskeresztény, pedig a, amit mi református protestáns egyházként ismerünk. Úgyhogy a probléma az igazi keresztény Gáborral és igazi keresztény Dániele, hogy nem értik azt, hogy a cselekedet az, ami meghatározza, hogy az ember hova tartozik, kit szolgál és hol van a szíve. Az, hogy mit gondol, vagy mit érez, annak nincsen olyan jelentősége. Az a helyzet, hogy ők egy másik világban élnek, Gondolatban, mint ahol a cselekedetük van. A valóságban fizikálisan. Minden hívő pap szent és profétálhat. Oké, okay. itt van Higaló vagy Hazon jelenések könyve 14-12. Itt van vannak haduséim vagy szenteknek békességes tűrése. Ezek az emberek a szentek, akikről beszélő ott. Itt, akik megtartják Elohim parancsolatait, úgy mint Reó betart, őriz, ó, vagy semár. Héberő, vigyáz, vigyel! gondoz, gondoskodik róla. Elohim parancsolatait. Parancsolat entolé. Úgy, mint a mózesi törvények, de nézzük meg, hogy mi az, amit írnak itt. Megparancsol, elrendel, meghagy, vagy utasítást ad. A Héberben berit, dabar, chok, mitzvá, mispát, pekud, kol, vagy tora. Szóval a szenteknek az az egyik jellemzője, hogy megtartják Elohim parancsolatait. A másik pedig az, hogy Jahusa Hamásiák hitét. Hit és cselekedetek együtt dolgozik. Nézzük, hogy ki az, akire a sárkány haragszik az asszonyra, és elmegy és hadakozik egyebekkel az ő magvából valókkal. Kik azok, akik az asszony magvából valók? Elohim parancsolatainak megőrzői, és akiknél van Jahusa ha másiák bizonyságtétele. Utoljára pedig jelenik csak 22-14 boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Jelenések 21, még egyszer, 27-es, és nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki butálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Semmi tisztátalan nem megy be oda. Ugye arról beszélt az előbb, hogy szentek voltak azok, akik az igét hirdették, meg így gondolom, igazi keresztény Gábor és Dániel is úgy gondolja, hogy ők szentek, de nézzük meg ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit az írás mond. Ugye az egyértelmű, hogy semmi tisztátalan nem megy be. Ha már a tisztátalannál tartunk, ez a ikra, 3 Mózes 11, különbség a tiszta és a tisztátalan állatok között elmondja, hogy mi a tisztátalan, mi a tiszta, mi az, ami útállatossá tesz, ami nem megy be, semmi tisztátalan vagy útálatos nem megy be a királyságba, most olvastuk, elmondja, hogy mik ezek, amik utálatosá tesznek, igazi keresztényék ugye azt állítják, hogy ennek már mindegy, meg persze, hogy ők szentek, de nézzük, hogy mi az, amit Jahua mond. Mert én, Jahua, vagyok a ti elohimetek, szentejétek meg azért magatokat, egy, és szentek legyetek, kettő, mert én szent vagyok, három, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat, semmiféle állat által, amely csúszik, mászik a földön. Mert én vagyok Jahua, aki felhoztalak titeket Egyiptom földéből, hogy hatalmasságotokká legyek nektek. Legyetek azért szentek négy, mert én szent vagyok öt. Ez például az egyik módja annak, hogy az ember szent legyen. A szent egyébként nem más, mint kados, úgy, mint szent vagy oda szentelt, elválasztott, elkülönült valakitől. Hogy is lehetne az ember elkülönült, mikor ugyanazt csinálja, mint az egész világ? Következő, az új szövetségi egyetemes papság képzete, mely szerint minden hívő ember pap, úgy gondolom, mint hogy igazi keresztény Dániel és Gábor az, a második század elején még eleven, de fokozatosan háttérbe szorult. Hogy is lehet valaki pap úgy, hogy nem tudja, hogy mi a szabályrendszer, hogy fogalma nincs igazából semmiről, mi az, ahogyan meg fogja ő az embereket változtatni, hogyha ne, nincs, amihez az embernek idomulnia kellene. A tisztségviselők súlya kicsi, mindenki egyenrangú, a tisztségviselők fő feladata az adományok szétosztása és a keresztelés. Honnan is van ez az egész? Hihetetlen. Egymástól független gyülekezetek léteznek, nincsenek szövetségbe, egyházba tömörülve. Hát nincs, persze, csak mindenki ugyanazt csinálta. Így a cselekedete volt az mindenkinek, aki egy, ami egyesítette őket, hiszen a hora szerint éltek. Így voltak egyek a másiákkal, és így voltak egyek az atyával. Nem úgy, mint ahogy ők tanítják, ugye, igazi keresztények az embereket. Azután ez, hogy összejöveteli helyek, szentképek, szobrok, oltárok nélkül, gyakran magáházaknál, ez igazából jelentéktelen, az egész protestáns egyház így csinálja, vagy a reformátusok ebben hisznek, ennek semmiféle köze nincs semmihez. Az Isten tisztelet tanításból áll. Hát láttuk, hogy mi a tanítás, leírta, a Tora maga a tanítás. Szó szóval szerint ez, ez használja, ezt a kifejezést, mert ezt jelenti a Tora, szóval az egyik helyen azt mondja, hogy azra már nincs szükség, mert már nincs törvény, a másik helyen, meg azt mondja, hogy azt használták, hogy abból tanítottak. Akkor most melyik? Imágból, éneklésből, közös étkezésből áll. Az ó szövetség alapigasságai, melyre hitük épült. Hát hogy lehet az Ószövetség alapigasságait használni, hogyha az ember nem ismeri el, hogy a Tora érvényben van. A Tora az Ószövetség alapigassága. Nem csak az Ószövetségi, a Tora az egész világ alapigassága. Ez volt Jahusa, ha másják a testben. A Tora eljött az iga, ami köztünk járt. Jahukanon első fejezet. Itt írja le, és ők nem csinálják, de ezzel magyarázza, hogy ők ezt csinálják és utána idéz négy, öt verset Saul leveleiből. De nézzük, hogy az az imádság, amit ők végezhetnek, az vajon mit ér? Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, tora, annak könyörgése is útálatos. Úgy, hogy énekelhetnek ők napestig, hogyha elfordítja a fülét a törvénynek hallásától, úgy, ahogy a nők azt csinálják, nem arról beszél, hogy nem hallgatja meg, arról beszél, mint a más siák mondott, hogy ha hallgatói és cselekvői vagytok ennek, akkor hagytok hasonlatosak ahhoz az emberhez, aki a sziklára építi a házát, és nem fogja a vihal ledönteni. Máté 7.24 valaki hallja én tőlem a beszéleket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Mi ez a beszéd? Az, hogy a mennyei atyám akaratát cselekszi, az, hogy nem gonosztevő. Még mi az, amire szükség van? De a most 5-20-ban szintén leírja, hogy mi a probléma. Gyűlölöm megvetem a ti ünnepeiteket, éneklés, ima, tanítás, evés, blablabla, bla, bla, és nem gyönyörködöm a ti összedöveteleitekben, ugyanúgy sajnos ez vonatkozik, igazi keresztényekre és a keresztényekre, még ha égő áldozatokkal áldoztok is nekem, sőt, étel áldozataitokat sem kedvelem, kövér hála áldozataitokra rá se tekintek, távoztasd el tőlem énekeid zaját! Hárfáit, pengését sem hallgathatom, hanem folyjon az ítélet, mint a víz, mespát, ami a tora része, és az igazság, ami az ő szava, szadik há, mint a bővízű pata. Az az éneklés, tanítás, ima, imátság, ez az összes szavak nem ér semmit, hogyha nincs benne az ő igazsága, ami az ő igé, ami a tora. Hogyha az ember nem úgy él, csinálhat, amit akar. Ezért mondom azt, hogy tanulnak, de soha az igazság megismeréséhez el nem juthatnak. Ez az összefoglaló, ami az őskeresztény későbbi századot hasonlítja össze, ez tulajdonképpen a katolikus és a protestáns egyház összehasonlítása, és mind a kettő rossz úton jár. Ez még ők maguk, úgy értem, hogy igazi keresztény Gábor és Dániel sem értik, hogy mi az, amit mondanak. Hiszen ha értené, akkor nem hasonlítaná magát a protestánsokhoz. De mivel akként élnek, így kénytelenek magukat ahhoz hasonlítani, hiszen a cselekedeteik olyanná teszik őket. Folytatván a hozzászólást, ezt írja. Átfogó ismerete nincs a Bibliából, úgy mint infobából Jahó útja, de már tanítani akar. Ezt mindenkire rábízom. Teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, vagy ő mit gondol, mindenki el tudja dönteni magában, hogy mi az, amit erről gondol azt gondolja, ha Héberül mondja és írja, Isten és Jézus nevét, akkor igaza van ebben az új zsidóféle hitben. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindannyian egy új zsidóféle hitnek a részesei vagyunk, hiszen ezt így hívták. Jahusha Hamásiák Jahudim volt. Saul Jahudim volt. Rómaikhoz 11, mondom tehát, avagy elvetette Elohim az ő népét, azaz már egy új valamit kezdette szerintem ezzel sincsenek tisztában. Távol legyen, de ahogy is, felejtsd el, mert én is izraelita vagyok. Izraelitész, Izrael leszármazottja, Ábrahám magvából, Benjamin nemzetségéből. Nem vetette el Elohim az ő népét, melyet eleve ismer. Az a Saul is egy izraelita volt, vagy az, amit ők most tévesen zsidónak hívnak. Nézzük, mi a helyzet Jahusá másiákkal, ez zsidókhoz. 714 es vers, mert nyilvánvaló, hogy Adonai, azaz Jahusa Hamásiák Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mosé papságról. Júda vagy Jehúda törzséből származik Jahusa Hamásiák, szóval ő egy echte zsidó volt. Ráadásul nemzetség szerint. Füllé, úgy mint törzs vagy nemzetség ez alapján nem értem, hogy igazi keresztény Gábornak mi a problémája azzal, hogy mi héber szavakat használunk, vagy ez egy újféle zsidó hit, mivel Saul, akitől ő idéz mindig, egy zsidó volt, ugye a déli királyság, Benjamin, Yehuda és Lévinek egy része, ez volt az, amit zsidónak hívtak. Természetes, hogy Benjamin egy másik törzs, de tágabb értelemben zsidó, hiszen ott maradt déli királyság, de egyébként, ahogy ő használja, úgy, mint hogy mindenki, aki izraelita, az zsidó, akkor is Saul is egy zsidó volt, ugyanúgy, ahogy az összes apostol zsidó volt, az összes proféta az volt, az összes király, akiről olvastunk, zsidó volt, Jahusa ha másják is zsidó volt. Az, hogy helytelen néha, vagy sem, természetes. Mindenki hibázik, nem tökéletes ez az egész. Sőt, én nem is beszélek Héberről, csak próbálom kiejteni az alapján, amit egyelőre tudok, úgyhogy ez evidens, hogy helytelen lesz néha. Az, hogy Isten meg Jézus, az abszolút helytelen. Az egy teljesen téves irányvona. Ugye itt arról beszél, hogy a hamis tanítókra irgalmatlan büntetés vár, mert nem csak az a bűne, hogy hamis hite van, hanem azokat is tévútra vezeti, aki közeledne Elohimhez. Utána még egyszer ezt elmondja, nehogy hamis tanító legyél, Elohim szemében, mert akkor büntetésed irgalmatlan lesz. Nézzük meg, hogy mi a hamis tanító. Már egyszer megnéztük, de megmutatom még egyszer egy kicsit részletesebben ez yes 8, 8. 8.11-től. Mert így szólott hozzám Jahua. Rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy a népnek útján ne járjak mondván. Ti ne mondjátok azt törvényellenes összeesküvésnek, valamit enép összeesküvésnek mond? Úgy, ahogyan sajnos a kereszténység nagy része, illetve igazi keresztény, Gábor, Dániel, meg az összes többi hozzájuk hasonló, amit állít. Pontosan ezt mondta az előbb, hogy az, amit itt hall, az egy hazugság. Ti nem mondjátok ezt? Félelme szerint ne féljetek és ne rettegetek. Ugye az ő, a keresztények igazi keresztény, stb a seregek urát, Jehuah őt szentejétek meg, őt fejétek és őt rettegétek. Ez Kohelet 12-es fejezet prédikátor 12, a dolognak summája ez. Mindezeket halván, Elohimet féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Az ő parancsolatai nem más, mint mitzvá parancs vagy parancsolat. De ha már itt tartunk, és a cselekedetekről van szó, mert minden cselekedetet Elohim ítélete előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz. Szóval azt tanácsolja Jahua Ézsaiásnak, hogy ne foglalkozzon ezekkel az emberekkel, akik jobbról, balról, előről, hátulról, mindenhonnan mindenki azt mondja, hogy a tora már nem létezik. Ez az egyetlen dolog, amiben mindenki egyetért. Azon kívül van 100 millió különböző irányzat de amiben egyetemesen mindegyet értenek, az az, hogy a tora már nem számít, illetve teljességében nem számít. Ennek az ellenkezőjét tanácsolja Jahua és Jahuna. Nézzük, hogy ki Jahua szerint a hamis tanító. És ha ezt mondják nektek, tudakozzatok a halott idézőktől, jövendő akik sipognak, suttognak, hát nem Elohimtől tudakozik a nép, az élőkért, a holtaktól, a tanításra és bizonyságtételre hallgassatok, a torára és a bizonyságtételre hallgassatok, ha nem eként szólnak, akiknek nincs hajnalok. Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva, éhezve, és lészen, ha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és hatalmasságát, és néz fölfelé, és azután a földre tekint, és íme mindenütt nyomor és sötétség, szorongatásra éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. 5 és 13. Leírja, hogy ki a hamis próféta? A hamis próféta büntetése. Úgyhogy nekünk nem kell Gábor ahhoz, vagy bármiféle igazi keresztény, vagy akárki, hogy tudjuk, hogy ki a hamis próféta hiszen meg tudjuk nézni. Ez volt az ő problémája, hogy ugye nem nézünk utána, meg mi nem ismerjük, meg nem tudjuk, meg stb. Nézzük, hogy akkor mit ír Jahua arról, hogy ki a hamis próféta. 5 Mózes Dabarim 13.1. Mikor te közötted jövendő mondó, azaz Nabi, próféta vagy szóvivő, vagy álomlátó támad, és jelt vagy csodát ad neked. Azaz támad egy Nabi, Nabi egyetemesen a próféta, ezt a szót használja a profétákra a ha bekövetkezik is a jel. Ha úgy is történik, ahogy ő azt megjósolta és mondta. Vagy csoda, melyről szólott vala neked? Mondván, kövessünk idegen hatalmasságokat, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat, ne hallgass eféle jövendőmondónak beszédeire, vagy eféle álomlátóra, álomlátó egyébként halam, úgy, mint erős egészséges, de egyébként álmodozik, vagy ábrándozik. Mert Jahua, a ti elohímetek, tesztel benneteket, próbál, kipróbál, meg letesztel, hogy megtudja, ha szeretitek-e a ti elohimeteket, teljes szívetekből és teljes lelketekből. Hogyan szereti az ember? 5 Mózes 6, 6, Szeresd azért Jahuát a te Elohimedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. És ez igék, de bár, melyeket e mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. Mit mondott itt? Mert Jahuá a ti hatalmasságotok kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-e Jahuát a ti Elohimeteket teljes szívetekből, teljes lelketekből. Jahuát a ti Elohimeteket kövessétek, Őt fejétek, az ő parancsolatai tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, és őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok. Így teszteli le. Innen tudjuk, hogy ki a hamis proféta, és ki nem. Aki erre tanítja az embereket, az, aki a szavát hozzá. El. És ez azért van így, mert ő így írta le, az ő szavával azt mondta, hogy így szól Jahwa. Teljesen mindegy, hogy a csoda vagy jel bejön-e, amit mondott ez a Nabí, vagy proféta, vagy álomlátó, vagy megálmodja -e valaki, vagy nem, vagy tudja a jövőt, vagy megjósolja. Egy a lényeg, amit mond, az az út. Az a Tora szerint van-e, vagy sem. Az jahu a parancsolatai szerint van-e, vagy sem. Az a félelem jahu a szava szerint van-e, vagy sem. A tisztelet, úgy van-e, vagy sem, ahogyan ő azt meghatározta. Ez a lényeg. De mutatok még valamit, csak hogy megmutassam azt, hogy a könyv mennyire ugyanazt mondja az elejétől a végéig. Az a jövendőmondó pedig vagy álomlátó ölettessék meg, mert párt ütést hirdetett Jahua ellen a ti Elohimetek ellen, aki kihozott titeket Egyiptom vagy Mészreim földéből, és megszabadított téged a szolgaság házába hogy elfordítson téged arról az útról melyet parancsolt neked Jahu a Telohimet te hogy azon jár, gyomlád ki azért a gonoszt magad közül ez a hamis próféta aki egy olyan utat hirdet amely nem Jahu a szava szerint van ami nem Jahu a törvényei szerint van és nem Jahu a torája szerint van egyébként a pártütés szrá, eltávolodás visszatérés elszakadás hitehagyás apostászia Visszakozás vagy visszalépés. Eltérés az eredeti úttól. Ez a görögben anomia, úgy mint törvénytelenség vagy törvényszegés. A Titushoz írt levél során találkoztunk ezzel. Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítset, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel. Ezt az előző részben olvastuk, de meg akarom mutatni, hogy hogyan is függ össze a két része a könyvnek, idézőjelben a két része, hogy mennyire mindenki ugyanazt mondja. Igyekezzenek jó cselekedetekkel előjárni azok, akik Elohimben hívőké lettek, ezek jók és hasznosak az embereknek. A balgatag vitatkozásokat, azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást, és a törvény felől való harcokat került, mert haszontalanok és hiába valók az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld. Az eretnek nem más, mint hajretikosz. Eretnek az, aki pártos, eretnek széthúz, megoszt, viszájt okoz. A szó maga választ, kiválaszt, előnyben részesít, elvesz vagy szerez magának. Ugyanúgy, ahogyan a pártütés 5 Mózes 13-ban eltávolodik, visz, elszakad, elpártol, elfordul, vagy eltávozik, elhajlik. Ez egyébként súr sure maga a kifejezés. Letér az útról, kikerül, elmegy, eltávozik. Ugyanarra int itt titus hazét levelében Saul, amiről beszél a hamis próféta esetén Dabarimban Mózes a Torában. Úgyhogy ebben is hasonlít az igazi keresztény Gábor, illetve a kereszténység egymásra, hogy nem ismerik az írásokat nincsenek meg a definíciók, ezért nem tudják azt helyesen értelmezni. De mindenki el tudja ezt dönteni magánként. Csak szerettem volna ezt megmutatni, mert egy nagyszerű alkalom arra, hogy tanuljunk és segítsünk másoknak. Végezetül ezt azzal fejezném be, hogy azt mondja, hogy kár, hogy semmi konkrétumot nem mondtál, hogy mit jelent megváltozni, Istennek tetsző életet élni, kritizálni más szemében könnyű szákát, keresni, mondd meg, mit kell tennünk, hogy elnyerjük az üdvösséget. Érdekes, hogy már elmondta az előbb többször, hogy ő tudja, hogy mit kell tennünk, akkor én minek mondjam el, hogyha egyszerűen számára már világos? Az a vád azonban talán a legnevetségesebb, hogy nem mondtam el, hogy szerintem mit kell tenni az embereknek, és nem mondtam semmiféle konkrétumot. Ez az 400 videó. Ez arról szól, hogy nekünk mit kell tennünk annak érdekében, hogy közelebb kerülhessünk ki a Huához, a teremtőhöz, mi az, amit ő vár tőlünk. Hogyan tudunk az ő gyermekeivé válni? Hogyan kell megváltoznunk? És mi az az út, melyet mindennyiunknak járnunk kell? Annak érdekében, hogy ő elfogadjon minket. Úgyhogy, ha ez nem elég valakinek, akkor lehet, hogy nem tudok többet tenni. Ezzel a verssel szeretném befejezni ezt a részt. Ez Vaikra 19.17.18. Ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben, Fedd meg a te felebarátodat nyilván vagy nyilvánosan, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Bosszúálló ne légy, haragot ne tartsa a te néped fiai ellen, hanem szeresd felebarátodat, mint magadat, én vagyok jahua. Ez a videó és az előző és az összes többi, amely a kereszténységgel foglalkozik, ezt a célt szolgálja. Én nem gyűlölöm őket, nem haragszom rájuk, nem is tartom magam jobbra, mint amilyenek ők. Valami oknál fogva a a kegyelméből csak egyszerűen valaki jobban érti a dolgokat, valaki pedig kevésbé. Mindenki, aki nézi ezt a videót, el tudja dönteni azt, biztos vagyok benne, Ruak Hakodes vezetésével, hogy ki ez az ember, akire érdemes hallgatni, és ki az, akire nem. Mert esetleg lehet tőle tanulni. Minden bölcsesség, tudás és értelem Jahuától van. Ő az, aki eldöntő, hogy ki az, akinek ad, és ki az, akinek nem. A mi feladatunk az, hogy kérjük ezt tőle, és amikor megkaptuk, akkor azt felhasználjuk arra, hogy a útját megtaláljuk, és járjunk azon. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat hallója és shalom!